Fehérvár FC hatalmas lehetőség előtt áll hazai pályán az Alegerszeg ellenében, hiszen ha és amennyiben Zselák csapata behúzza ezt a meccset, akkor megelőzi majd a paksi gárdát, és ezzel fölléphet a tabella második helyére. Aztán egy térdelés, Karamoko kiemeli, Dombó! Derekas kíséret, aztán combbal vagy térdel valamelyik egerszegi, és utána Karamoko helyből gyakorlatilag kapura emeli. Fiola meg kicsit megpróbálja zavarni Dombót. Ott a rövidre Dombó második védése. Nem ő a legmagasabb játékos a pályán, ettől függetlenül remekül helyezkedett. Ez egy nagyszerű fejes, és Dombó visszaér. Ez most már a második védése Dombónak. És Gergényi helyén lehetnek most az egerszegiek. Ez egy óriási passz. Mance helyzetben mellé lövi. Katona élesen középre. Éppen csak lemaradt erről a beadásra Stefanelli. Gergényi ível át a hosszú oldalra. Katona veszi át. Katona bele az emberbe. Schön jobbal. Most jobbal. Dombó. Ez teljesen egyértelmű, hogy nem volt les. Gergény ívelése után Katona még át is vehette, aztán így utólag lehet, hogy ez volt a veszte, mert így kiértek rá. És itt van egy újabb Dombó védés. Mance fordul le, és rövirá! Nagyon kicsivel került el csupán a kaput. Hozzátéve, hogy Tóth Balázs is repült. Stefanelli jó az átvétele. El is lövi, de kapu fölé. Oda tudtak helyezkedni rá, aztán a visszatett labda Mim lövi rá, elkerüli a kaput. Emeltem a hangom, hát ha lesz bőle valami, de nem. És Bedi, Mance, Mance a bal lábára, Mance éles szögből. Jön Kroázi, és ott van Bedi is, Mance a 16-oson belül. Jobb lába fele, Mance vissza a balra, Mance felső léc ment. Néhány centiméter tévedett csupán. Most kap egy jó labdát, Karamoko helyzetben, Karamoko Dombóba rúgja. Így még jó lehet. Stefanelli leveszi, Karamoko kapu mellé rúgja. Ott is volt egy terület, Katona be középre, Stefanelli tovább, Karamoko elhozza a kapus mellett, és akkor ez büntető. A Zete védők az elmúlt percekben iszonyatos mértékben eltolódtak, folyamatos rések tátonganak a falon belül, Karamoko pedig ezt remekül használta ki. 70. percben a labda mögött állt Christensen, büntetőből szerezhet vezetést a Fehérvár. Meg is szerzi. Megint jobbra lőtte Christensen, de ez egy tökéletes 11-es. A 8. bajnoki gólja egy pici megtorpanást követően. Dombó ugyan érzi az irányt, de nem éri el. Sigér. Ballal! Dombó! Kiüti ott a kipattanó, mellé megy! Szitál valamelyest a labda a levegőben. Meg Katona lehúzza a fejét, ezért kell visszanyúlni a Dombónak. Kemény lőtt paszt kapott, Karamoko figyel rá, de jön a beívelés, Tótka. 86. perc, esély az Ete előtt. Német ível, és a fejes gól! Egyenlít az Alaegerszeg. A csereként beállt Német tökéletesen megtalálja a csapattársat, és talán Karamoko veszíti el a saját fejpárbaját. Most ez egy nagyon pontos fejes, védhetetlen. Segített Bedi is. Mance. Mance. Ellövi Tóth. Mance sokadik próbálkozása a mérkőzésen. Vagy Tóth védett, vagy a felső léc mentett. Sarokkal tovább, de szépen. Berki Karamoko.